Csak hallgassál már el. Vagy tudod mi? Kiabálhatsz, de a belső udvar felé. Akkor mit mondjunk arról az orvosról? Hát tisztséget ott nem vállalhat az, amit azt mondja, hogy az nem legitim. Legalábbis nekem valahogy itt a régi erkölcsök ezt tanítaná. Ha a Magyarország Egysége párt lenne, azért, mert a kettős keresztet elnézést bántanánk, akkor hirtelen a tagság 60%-a elmenne. De azért, mert a sárgákat bántjuk, megint csak 60% menne. Nem tudom, hogy mitől megy el mind a kettőtől pont 60%, mert akkor úgy látszik, hogy átfedés van a kettő között. Ugye, van még egy másik, ha párt alakulnánk, viszont a 80% egyből kilépne a szerveződésből, mert pont azért van benne, mert nem párt. És akkor mit kéne csinálnunk? Mert aki azt mondta, hogy gyerekek, hát Vukis Ferko meg kell értened, ebből pártot kell csinálni, sok a tag, és az be lehet kerülni vele a parlamentbe. És akkor értsd meg, hogy neked be kell oda kerülni, és akkor ezt meg kell csinálni, mert onnét lehet alulról, ott a pacsorokból lehet megmondani, hogy hogy van. Mivel mondom, 5%-kal? 40%-os ellenzékiséggel 8 éven keresztül a nagy nullát föl lehetett írni az ég tetejére. Mert maga a rendszer rossz, értsük meg, a rendszer nem jó. Nem jön ki benne a jó szándék, hát lehet itt sok százalékot elérni. De a rendszer nem jó, nem adja meg a lehetőséget arra, hogy rendes gyomrozás lehessen ott. Mert egyszerűen csak azt mondja, nem érdekel. Akinek ott az 51% ott van, nem érdekel. Nem érdekel, csak ennyit kell mondani a 4 éven keresztül, és pont elég. És hát mi történne akkor? Elveszítenék a tagságnak a 80%-át, maradna az 1/5-e. Húdeizmus eredmény, igaz? Átalakulsz. És utána elkezdesz háborút vívni azokkal, akiknek a dugós puskával, akiknek ágyújuk van. Mi az ágyú? Az ágyú a média, az ágyú a pénz, és az ágyú az, hogy ők korábban is ebben a szerepkörben voltak ott, nagyon jól ismerik ennek a működését, és még egy fontos ágyú, hogy ő neki külföldi támogatói csoportjaik vannak. Igaz? És akkor azt mondod, hogy a dugós puskával, aminek a végén rajta van egy ilyen madzag, aztán, hogyha lősz, akkor még kapkodni kell a fejedre, hogy kiveri a szemed, amikor győ vissza. Ezzel megháborúzol a nagy ágyukkal szemben, mert ugye neked ilyened nincsen. Bekerülsz a parlamentbe, de ez nem elég, kétharmadot kell szerezni. Sok esély van rá, igaz? Így. És az még mindig nem elég, hölgyek urak, hanem szembe tudsz szállni 6 milliárd globalizált emberrel, aki a külső környezetet jelenti. Ez egyszerre egy kicsit túl nagy falatnak tűnik. Igaz? Ez egy kicsit túl nagy falatnak tűnik. Azt történne, hogy hirtelen learapnák a fejünket, és ráadásul elveszítenénk azt az erkölcsi erőt, hogy igazunk van. Elveszítenénk azt az erkölcsi erőt, hogy tényleg ez egy illegitim hatalom. És elveszítenénk azt a, úgymond logikai sort, hogy aki a felsőház létrehozásáért küzd, a mi a fenét akar keresni az alsóházban. Hölgyeim és uraim, a Magyar Összegység ezért nem lehet párt. A másik nagyon fontos gondolat az, hogy mindenki azt gondolja, hogy csak a pártok azok, akik meg tudnak valamit valósítani. És akkor én engedjék meg, hogy föltettem egy kérdést Bázakeretjén az ott lakó embereknek. Mondja meg nekem, Bázakeretjén lakosokat kérdeztem meg, mondják meg, hogy mit csinált ott a párt a falban. Valamelyik. Törték a fejüket, mondták, hogy semmit. És akkor mondom, akkor ez mit jelent? Akkor azon múlott az ott élő embereknek a sorsa? Gyerekek, én azt veszem észre, elnézést, hogy ilyeneket mondok néha. 5000 fő alatt már senkit nem érdekelnek a települések itt Magyarországon. A néhány száz fősök meg abszolút. Vannak még. Nem tudom, vagy valamit kezdenek vele. És hogy honnét merem azt mondani, hölgyek, urak, hogy a pártok nem nagyon értik azt, amiről itt szólunk. Az, hogy a 20-35 év közötti fiatal nemzedékről nem beszél senki. Nagyon komolyan mondom, mert ez a 20-35 év közötti fiatal nemzedék ma döntő részében 4 órára bejelentve feketén, teljesen be, tehát teljesen feketén dolgozva, vagy minimál bérben a többi részében feketén, vagy 3 hónap próbaidőben ki se fizetve, vagy külföldre kimenve, ki se fizetve, nyomorultul hazajöve, az itthoniak pénzén hazajöve, éli minden napjait
Úgy, hogy szó sincs már arról, hogy valaki 40 évig Dunai városba kovász. És hogy valami nagyjából normális nyugdíja van. Szó sincs róla. Arról van szó, hogy állandóan a megélhetés problémáival küzdik, nem csoda, hogy nem vállal a gyermeket. És a 20-35 év közötti magyar korosztály nem kap lehetőséget az élethez, nincs magyar nemzet, hölgyeim és uraim. Ha ezeket a fiatalokat valaki nem veszi a kezébe és nem fogja segíteni, akkor roló lehúzva. És hogy mennyire kéne? És hogy mennyire kellene? Mindent oda kéne nekik visszaadni. Mindent vissza kéne nekik adni. Hogy a megélhetésüknek alapja legyen. És hagyd mondjam el, hogy 30 és 33 év közötti magyar fiataloknak az életútját tanulmányoztuk, és összeállítottunk belőle egy kis tanulmányt. Abban a következő megállapításra jutottunk, hogy ezen fiataloknak ma Magyarországon, ha ugyanígy zajlanak évtizedeken keresztül, ilyen sorsuk lesz, mint most, nem romlik, körülbelül ugyanilyen össze-vissza állapotban fognak majd dolgozni különböző helyeken. Ha véletlenül valami csoda folytán nyugdíj lesz majd akkor mai értéken 27 ezer forint nyugdíjat fognak kapni. Átlagosan. Tehát lesz, aki tizet. Mai értéken. Vagyis, tetszik, nem tetszik, ha a mai 20-35 év közötti magyar nemzedéket valaki nem emeli meg azonnal, és nem támogatja meg, akkor a következő időszakban a legnyomorultabb rabszolga lesz. Mert ez most azt mutatja, és tudom, most még a fiatalok megteszik az Tesco áruföltöltő, megveszi a, mit tudom, valamilyen olasz Armani ruhát, elmegy két napig mulata a nem tudom milyen highlight, szuper futyülőbe, akármibe, és utána meg megy vissza újból robotolni, mert ő neki volt három nap csoda. És ehhez persze hozzásegíti, hogy majd Balázska, Győzike, meg a többiek, megmondják, hogy ez így jó. Tisztelt hölgyeim és uraim, a magyar társadalom 80%-a mind a két rendszerben vesztes volt. És tetszik önöknek, nem tetszik, önök a szocialista fejlődéshez képest is gazdaságilag vesztesek. Tehát a béreik nem emelkednek úgy, mint ahogy a szocializmus idején emelkedtek. És négyszer annyit termelnek, meg háromszor, meg négyszer annyit termelnek, mint 89-ben, kevesebb emberrel, mint akkor, és kisebb a reálértéke a fizetésüknek, mint az akkori. Hú, de nagyon megküzdöttünk ám itt a nagy magyar jogokért. Vagyis Magyarországon a 10 megtermelt értékből egyet adnak vissza a dolgozó embernek. És tudják, hogy mennyit adtak vissza 1989-ben? 5,6-ot. Megmondjam, hogy 5,6-ot akkoriban kinek adtak vissza? Persze ők többet termeltek. A dánoknak. De a dánoknak most is 5,6 jár. És tudják azt önök, hogy a lengyeleknél kisebb a GDP? És mégis 30, meg 40, meg 50%-kal magasabbak a munkabérek. Kevesebből több jut. Miért? Mert nem lopják el. Méghozzá azért, mert 10 megtermelt értékből 2-t visszaadnak az embereknek. Tisztelt hölgyek, urak! A szakszervezetek sose fognak előre jutni sehova. Mert nem értik meg, hogy nem azért kell küzdeni mondjuk a 10 szakszervezeti csoportosulásnak, hogy a 10 forintot hogyan osszák el, az egyiknek 1 forint jusson, a másiknak 90 fillér, a másiknak 1 forint 10. Egymás ellen kijátszva a csoportokat. Amikor elmondtam a szakszervezeti vezetőknek, hogy azért kéne küzdeni mindenkinek, hogy 2 forint jusson mindenkinek. Hogy legalább a lengyel szintet érjük el. Tudják, mit csináltak? Hátra lépték, mint az oroszlánok. Jöttek volna vele szembe, mint hogyha az ördögöt hallgatták volna. És kimenekültek a teremből. A nagy civil szervezetek vezetőivel együtt. És amikor szeptemberben mindenki törünk vált a nagy polgári engedetlenséget, minden szerveződéssel leültünk. Föltette a kezét mindenki, radikális csoportok, jobboldaliak, hogy ők már nem tehetik meg. Senki! Mindenki megmondta, nem veszíthetik el az eddig elért eredményeiket. És hogy nem akarnak kormányváltást. Pedig 900 milliárd forintot lehetett volna megtakarítani. Csak szeptember-októberben megtörtént. És most nézzétek majd meg néhány helyen. Volt valaki Szegeden? Mindenhol fel van turva az út. Budapesten voltatok? Mindenhol fel van turva. Az utolsó forintokat költik el. Azonnal osztják ki a saját nomenklatúrájuknak. És megkezdődött az ejtőernyőztetés. Tudják, hogy akkor ott a minisztériumokban őket majd ki fogják túrni,
ezért szépen pakolják be az embereket különböző helyeken, kisebb hivataloknál, persze ott is még lehet 6-7-800 ezer forintot keresni havonta, meg egyetemeknél, meg a többinél pakolják be őket, hogy majd át fognak majd vészelni egy pár évet. Senki nem állítja meg, hogy ezek nem is szakemberek, mit keresnek ott? Mert nincs rá embere senkinek, hogy figyeljen, mert nekik van a legtöbb emberük szinte mindenhez. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ahhoz, hogy ez a társadalom megváltozzon, de nagyon sokat kéne nekünk tanulni. És hogy annak a pszichológusnak ne legyen már igaza, hogy egy afrikai lakosság van itt, aki afrikai szinten gondolkodik. És nem csoda, hogy olyan diktatúrát kapott a saját feje fölé. Hölgyeim és Uraim, én a következőt tudom elmondani. A Magyarok Szövetsége nem pártban, és nem pártpolitikában látja a megoldást. Annak nagyon tudunk örülni, hogy vannak olyan csoportok ma, társadalmi csoportok Magyarországon, akik a magyar ügyet fontosnak tartják. Nekik az a dolguk, hogy azon a szinten küzdjenek meg. De egyet tudok csak mondani, tehát ebben egyet tudunk érteni, gondolom, hogy ők azt a feladatot vállalták, nekik ott kell megküzdeni a szintére. Egyet értünk? Hogy miért mondom, hogy ezen kívül még létezik másik feladat? Hölgyek, urak, egyszerű példa, mindig jók a köznapi példák. Olyan 40 év körül azért vannak itt közöttünk páran, igaz? Az én gyerekkoromban a Bruce együttes meg a Depeche Mode küzdött a fiatalok kegyeiért. Emlékszünk rá? Hát a Depeche Mode-osok, ezek a fekete hajú gyerekek, olyan kefehajú gyerekek voltak, mindenki be is festette, meg ilyen fekete ruhába jártak. A Bruce-osok meg ilyen tüskeböki hajuk volt, és ilyen kanáriszigű cuccokba szaladgáltak, igaz? Akkor ideiglenesen a Bruce nyert. 2-3 éven keresztül az ő dalaikat játszották a rádió, ők voltak a fiatalok bálványi, mindenki úgy öltözködött, ahogy ők csinálták. Tud-e nekem eldudolni egy dalt valaki tőlük? Ugye a vesztestől még talán inkább, igaz? De a többi, de semmi. Vesztes majd a tégi lesz. Főleg, mert ahogy látom, te is valamikor rajongó voltál. Na lényeg, hogy... És ilyenkor gondolkodik, hogy ki a vesztes igazából, ugye? Ilyenkor az ember végig gondolja, ki az igazi vesztes. A lényeg az, hogy Tildy Zoltánt annak idején hatalomra juttató párt létezik-e? Ma, itt ma Magyarország. Nem. És tisztelt hölgyek, urak, mondjuk Tisza István egy nagy formátumú személy volt az. Őt hatalomra juttató párt létezik-e ma Magyarországon? Nem. Nem létezik. És hogy mi a különbség a Magyarok Szövetsége gondolatisága, meg a pártok gondolatisága? Amekkora különbség a Bruce együttes között van, meg az, hogy csillagok szépen ragyogjatok. Ez a kettő között a nagy különbség. Az elmúlik. És ez van, tetszik, nem tetszik, a történelemben még nem volt olyan párt, amelyik a több évtizedet végig húzott volna. Meg aki a következő évszázadokat mindig megélte volna. Ilyenek nincsenek. Itt nemzetek vannak ilyenek, amik ezt meg szokták élni. És én azt mondom, hogy vannak olyan feladatok, amit pártok nem tudnak elvégezni, mert hogyha avval foglalkoznának, a pártharcot nem tudná megvívni. Mert ugye az a kommunikációban az nem fér bele, hogy akkor most hirtelen az összes pártag, akkor menne és akkor Juliska néninek segítene a magyar termékeket a népszerűsíteni, és hát akkor azt a harcot, amit ott éppen vívni kéne, hogy gyomorozni kéne a másikat ott, akkor azt nem tudja csinálni. Mert az ott ugye teljes foglalkoztatást igénye. Vannak viszont olyan folyamatok, amiket végre kell tudni hajtani. Én azt mondom, hogy ugye húzzuk az X-et a 5-ös lottószelvényre, reménykedünk, hogy bejön. De a biztosíték saját magunk kell, hogy legyen. Vagyis, hogy mi bennünk elkezdődött a változás, mi elkezdtük szervezni azt a bizonyos másik Magyarországot, amit szeretnénk, ezt alulról elkezdtük tudni fölépíteni. És még egyszer tudom mondani, higgyétek el, önkormányzatokat sokkal inkább célszerű most, minél hamarabb a nemzeti oldalnak megszerezni, mint állítólagosan megvívni a nagy lelki beteg csatákat a félőrültekkel bent a parlamentben. Méghozzá azért, mert ott lehet döntéseket hozni, ott a helyi közösség életét szabályozó, nagyon fontos kérdésekre lehet döntéseket hozni, lehet elhatározásokat hozni, és tetszik a Tesco-nak, vagy az Osannak, vagy nem, nem lesz ott. Nem lesz ott. És tetszik, van nem, akkor ott azok a gazdálkodási alapelvek fognak megvalósulni. És akár tetszik, vagy akár nem, még egyszer mondom, a 80%-a a lakosságnak mind a két rendszerben vesztes volt, és nem csak számonkérésről van szó, hölgyek urak. Én fölteszem a kérdést mindig, mi a biztosíték? Nekem is ezt kérdezik mindig tőlem az emberek. Mi a biztosíték a program?
Hölgyek, urak, aki nem meri azt a zászlajára föltűzni, hogy a kétszer vesztes magyar társadalmat valaki kárpótolja, anyagilag kárpótolja, az nem mondott semmit. Még egyszer mondom, aki anyagilag nem kárpótolja a kétszer vesztes magyar lakosságot, nem mondott semmit. És aki nem mondja meg, hogy lesz a 10-ből egy helyet, 10-ből kettő. Aki ezt nem mondja meg, hogy hogy fogja megcsinálni, az nem mondott semmit. Hölgyek, urak, önöknek a bérelmaradása egy családnak 11-12 millió forint. Eddig, 95 óta, 11-12 millió forint a bérelmaradása, amit nem fizettek ki. Még a 10 az 1-hez viszonyhoz sem. Ki fogja visszaadni? És hogy hogyan? Ugye, van akinek erre van terve, és hogy kéne azt végrehajtani. Láttuk már, valakinek van ilyen programja. Aztán kíváncsiak vagyunk, hogy a 20 és 35 év közötti korosztálynak most mit mondunk. Hogy lesz fecske program, hogy lesz háza, hogy lesz dolga, és hogy állítjuk föl azt a dolgot, hogy a végén 3-4 gyerek szaladgáljon kifelé a kapu. Mert aki erre nem ad választ, az nem tud majd, elnézést, itt sokkal nehezebb döntések jönnek az elkövetkező másfél évtizedben, mint amilyenek most vannak. De ha nincs alapja az országnak, akkor nincs miről beszélni. És ugye nekem már, hogy mondja a reklám, bizonyítékkel nem ígéret, és mit tud a bizonyíték lenni? Az, hogy valaki cselekszik. Mihádon is ott megígértek már mindent. Ott a helyi lakosoknak, hogy vonják vissza a feljelentéseiket, és akkor mindent megígértek nekik. Azt mondtam nekik, hogy eszükbe se jusson visszavonni bármit. Mutassanak föl valamit. Valami cselekvést, ami a jó szándékot igazolja. Na arra én, és akkor mondták, hogy az mi legyen az. Hát hadd törjék a fenüket ők. Ha már ötletük sincs arra, hogy a jó szándékokat hogy mutassák be, akkor teljesen alkalmatlan emberek, hogy a jó szándéknak az alapjait is fel tudják mutatni. És ettől a pillanatban nincs miről beszélgetni velük. Én őszinte leszek, én elkövettem egy nagy hibát. Szokták mondani, nem állok senkivel szóval, de minden nap legalább fél millió őrülttel találkozom. Magamat is beleértve. És nem vettem először észre azt, hogy csak olyan emberrel szabad szóba állni, aki már ott volt, és legalább egyszer fölemelte a téglát a templom építésénél. A többivel fölösleges egyeztetni. Azért fölösleges, mert időpazarlás. Azoktól veszed el az időt, akik értékes emberek ebben az országban. Ez az első fontos lépés, amit mindenkinek meg kell tudni érteni, hogy csak azokra az emberekkel szabad foglalkozni, akik akarnak valamit csinálni, és annak bizonyítékát is adják. Mert a többivel fölösleges vitatkozni, ezek az úgynevezett Montmáriát idézve, azok az idealisták, akik abban nagyon jó magyar idealisták, meg azért jó individualisták, mert egy valamit tudnak nagyon jól megmagyarázni, hogy valamit miért nem csinálnak meg. Ennyi az individualizmus most Magyarországon sok embernél, hogy nagyon jól meg tudja magyarázni, hogy valamit miért nem fog majd megcsinálni. És itt viszont megcsináló emberekre van szükség. A Magyarok Szövetsége az elmúlt egy évben négyszer esett térdre, és annyiszor is állt föl. Nagyon nagy tisztelettel bejelentem, hogy az ötödik alkalommal történő térdreeszés is nagyon jól sikerült, és nagyon sokat tapasztaltunk belőle, és tanultunk belőle. Ez én életem azt mutatja, hogy addig, amikor jó meggyomroztak, az eddig csak hasznomra volt. Olyan még nem volt, hogy abból én rosszul jöttem volna ki. Akkor éppen fájt, meg rosszul esett, de mindig hasznos volt. Önöknek is ajánlom. Nem túl, hogy mondjam, ezoterikus úra. A fülklipszel hirtelen nem fogok 8 kilót lefogyni, vagy pedig a, mit tudom, a transzcendentális meditációval nem fogom megváltani a világot. Viszont egyetlen dolgot tudok, meditálni magyar ember munka közben tegyen. Akkor jutnak eszébe a legjobb gondolatok is. És higgyük el, hogy annál nagyobb erő, amikor rádöbbenünk arra, hogy tényleg meg tudtuk csinálni. Gyerekek, mindenki azt mondta, hogy nem tudja úgy csinálni. Hát a Magyarok Országos Gyűlésére is azt mondták nekünk, hogy az képtelenség, az sose lesz. De mi nekünk nem tudtuk, hogy ilyet nem lehet megcsinálni Magyarország, ezért csináltuk meg. A tudatlanság vitt bennünket ebbe a dologba. És én nektek is ezt tudom ajánlani, a közbizalmat úgy lehet visszanyerni, hogyha együtt dolgoztok. És akkor fogtok megérteni azt, hogy hú, de nagyon sokat kell még ahhoz fejlődni, hogy megértsünk emberi közösséget, társadalmat, hogy mennyit kell művelődni ahhoz, és bizony elő kell kaparni azokat a régi könyveket, azokat a régi szokásokat, meg azt, hogy kellett ott régen dolgozni, vagy közösséget szervezni, mert így azokra lehet támaszkodni.
És nagyon nagy tanítások vannak, és Vas Albert nagyon sokat tanított, és Mária Sándor sokat tanított, és Kosztolányi és Mikszáth nagyon sokat tanított, és Jókai nagyon sokat tanított. Higgyétek el, hogy fontos, hogy ezeket a tanításokat birtokolják. A Magyarok Szövetsége ugye kb. másfél évvel ezelőtt alakult, abból a gondolatiságból, hogy meg tudunk valósítani magunktól valamit, és nem kell pályázati pénzért kuncsologni a elosztó szervezeteknél, tehát valamelyik éppen párt csoportosulásnak a fejére fölülve, ott integessünk, és mondjuk akkor éppen azt, amit valaki éppen úgy gondol. A svájci látogatásom során nekem azt mondták ott az emberek, hogy a civil társadalom attól civil, hogy maga szervezi meg önmagát, tartja el önmagát, és tetszik, nem tetszik, maga határozza meg a céljait, és erről nem mond le. Vagyis ha kihalnak a jegesmedvék, akkor ezt észrevették a természetvédő csoportok, tehát ez egy valós probléma, szerveznek rá egy erőt. És tényleg akkor nem mondják már nekik azt, hogy pályázat csak a barna medvék megmentésére van. És ezért nem fognak a barna medvék megmentésével foglalkozni, mert csak arra adnak pénzt. Hanem ők a jegesmedvék megmentésére fognak majd valamit összerakni. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, magyar nemzet súlyos bajban van. Viszont itt ezt a nemzetet a kutya se fogja megváltani. Itt 1000 év óta a segítségünkre nem érkezett soha senki. Se a török időbe, se akkor, amikor a tatár jött, se akkor, amikor 56-ról volt szó, vagy 48-ról, vagy a szabadságharcról, ide segíteni nem jött senki. Innét pénzt vinni vittek el, hozni nem hoztak. Tehát ami tőkét ide behoznak, azt úgy hogy hozzák, hogy elvisznek 10 forintot, és abból visszahoznak egyet, mint külföldi tőke. Hölgyeim is van, itt rajtunk a kutya se segített eddig, és ezt be kell látni, hogy itt mindenfajta csodavárásnak be kell fejeződni. Segíts magadon, Isten is megsegít. Az első lépést neked önmagad irányába meg kell tenni. Emlékeztek arra a bizonyos történetre, a pappal, az árvíz esetében. Most azért elmondom még egyszer, mert hát valaki nem tudja. Van az árvíz, jön az árvíz. A pap fölmenekül a templom toronyba, mint egyetlen biztos helyre. Imádkozik az Istenhez, hogy mentse már meg valahogy ebből a szorult helyzetéből. Emelkedik a víz egyre magasabb. Jön az első csónakos, int, hogy tisztelendő atyám, szálljon már be, akkor kivisszük majd a partra, biztonságos helyre. Nem, fiam, én már imádkozok az én mindenható uramhoz, majd ő segíteni fog rajtam, hát én a hitem alapján biztos vagyok benne, hogy segíteni. Jó, ott hagyja, nem szórakozik vele, ugye parasztember, tudja, hogy balondot nem lehet beszélni a toronyból, akkor menni kell toronyból. Jön a második, szintén pap ugyanezt válaszol. Harmadik alkalommal, megint ugyanezt történik. Megint megmondja, hogy ő rajta mindenfajta csónakos, ne segítsen, majd jó Isten segíteni. Hát emelkedik a víz, ellepi a keresztet, a pap megfullad. Fölmegy a mennybe, jó Isten szempétől fogadja, illendőre, ugye, hogy kell, bevezeti a jó Isten elé, számot vötnek az életére. Éppen veszik sorra szépen a státumokat, hogy akkor mi, hogy volt. Amikor azt mondja a pap, hogy ilyen kicsit ilyen szenderedetem, hogy hát jó uram, hát én egész életemben téged szolgáltalak, aztán csak annyi küldött volna, hogy a templom toronyból kimentse, aztán most meg itt számogatjuk az éveket. Hát azért, ha mi nem tett értem valamit. És azt mondja a jó Isten, hogy a három csónakos láttad-e? Hát persze, hogy láttam. Szerinted azokat kiküldte? Tisztelt Hölgyeim és Uraim, ebben a történetben az a legfontosabb, hogy a segíts magadon Isten is megsegít elv arról szól, hogy a Jóisten mindig küldi körénk, mellénk azokat az embereket, akikkel együtt, közösen tudunk valamit megvalósítani. Kétfajta ember létezik ma Magyarországon, és van egy harmadik, ami most kezd valahogyan szárba szökkenni. A eredeti két fajta közül az egyik, amikor mind a kettő volt, nagyon hasonlít egymásra. Arról szól, hogy majd egy párt, majd egy kormány, majd egy szupererős vezéregyéniség majd megold mindent. Hátra lehet dőlni majd a fotelba, és akkor kész. Le van tudva a dolog. A másik azt mondja, majd a jó Isten egyszer egy adott történelmi pillanatban megváltja a magyarságot. Mind a kettő ugyanarról szól. Elfogadja, hogy rajta kívül zajlanak a teremtésnek az eseményei, neki kutya köze nincsen hozzá. Ez a megalapítása egyetlen egy dologra való, hogy a saját egyéni felelősségétől meneküljön, hölgyek urak. Hogy a saját egyéni felelősségétől elmeneküljön, és akkor majd a jó Isten, vagy majd egy kormány meg fogja oldani.
De ott helyben, ott a mi dolgainkat, tetszik, nem tetszik, hölgyek uram, rajtunk kívül senki nem fogja megoldani. És azt kell megérteni, hogy a megoldani dolgok, a jó Istennek az a bizonyos segítség a másik emberrel érkezik. Nemrégiben a Magyar Szövetségét meg akarta szállni egy kisebb egyház. Nem vettük észre elég hosszú időn keresztül. Aztán utána fölírták, amikor észrevettük, hogy miről van szó. Nem tudtuk, hogy miért nem mennek a csoportok, meg itt van a sok veszekedés, meg minden. Azt valahogy mindig ugyanazokat az erőket találtuk. És amikor arrébb lettek tolva, akkor ki lett írva a netre, hogy minket levettek a Matrixból. A Magyarok Szövetsége programja már nem fut a szerveren. És hogy ő neki megsukta a jó Isten, hogy akkor itt mi, ugye mert mi nem az ki, a magyarok közé tartozunk, akik a Szíriuszról érkeztek őskeresztényként. Nagyon nagy lelkes követői társaságok van. Mi már nem megyünk. Hát én egyet tudok mondani, ez az ember valamit elfelejtett. Amikor én mondjuk most székházat próbálunk helyre renoválni, amikor látom az 50 meg a 100 ember dolgozni ott, és ő hozza és szereli fel mondjuk a lámpabúrát, meg a vezetéket, meg a cementet, meg a gipszkartont, meg az összes több egyéb dolgot, mert a semmiből építjük föl. Szó szerint ugyanúgy, hogy Böszterbusztán, ugyanúgy csinálunk mindent, továbbra is. Akkor az ember valamit nem tud, hogy a jó Istennek a szándéka ott az 50 emberen keresztül jelentkezik, mert ő megérkezik. Volt olyan, mint tudom én, oktatóteremben nem volt világítás. Mert három falat kiütöttünk, hogy akkor ott legyen valami, és akkor megjelent egy ember, mondta, hogy hát ő szimpatizál a Magyarok Szövetséggel, nem csatlakozott egy közösséghez se, nem ír rá, mert a gyerekei belevitték valami dologba, ő volt a kezes, aztán most az a cég tönkrement, azt neki kell kifizetni az adósságot, ilyen napra dolgoznia kell. De azt mondja, miben tud segíteni, hogy villanyszerelési munkálatokba foglalkozik. Nem mondom, hogy hát itt lennék ez a világítás, itt egy hiány, és azt mondja, hogy hát testek vannak-e ezek a világító testek? Hát mondom, az sajnos nincsen, tehát nincs mit felszerelni. És azt mondta, hogy akkor ő abban fog segíteni, hogy megveszi a világító testet, és felszerel. És mondom, mikor lesz kész? Hát holnap reggel, jó lesz? És holnap, következő nap reggel megérkeztek, beszerelték, elmentek. Nem kérték, hogy ezt csináljuk, azt csináljuk, emerre menjünk, ezt mondjuk erről, azt mondjuk amarról, semmi ilyesmi nem történt. És a teremtőnek a szándéka az itt jelentkezik, amikor 50, 60, 1000, 100, 100 ezer ember azt mondja, hogy abba az irányba, hölgyeim, uraim. Mert minél több ember a teremtésbe adja össze az akaratát, az a teremtőnek a szándéka. Tetszik vagy nem tetszik. És nem az X-e, hanem amikor a teremtő munkáját lelakja, mert hinni kell abba, hogy valami haladjon elő. Hölgyeim és uraim, az elmúlt időszakban, amikor beszéltem róla, Reud nagyon sok párt megkeresett bennünket. Engedjék meg, hogy néhány csoportot mégis elővegyek, a kalászosokat. Bor, húzár, békessége. Ugye négy közösségre estek szét, mindegyik megmondta, az egyiknek már székháza van, másik a történelmi, a harmadik a megőrizte a nagyvezérét, meg mit tudom én, szóval emlékezünk rá. Oda jöttek, hát ők is persze, mint mindenki egyéb más, kikért, ugye, mint a multilevel marketing cégek, azzal jöttek, hogy akkor itt majd a tagságot léptessük be a különböző MLM rendszerekbe. Aztán csodálkoztak, amikor segbe lettek rúgva. Ők is jöttek, hogy rájuk kéne szavazni. Nagyon sokan mondták most, hogy kire kéne szavazni nekünk. Hát mi vagyunk a fő ellenség, mert nem ő rájuk szavazunk. Tehát ennyi emberek, valakinek biztos ellensége leszünk. Egyet több, vagy kevesebb. És akkor, hogy miért kéne? Mondtam nekik, hogy én tudok egy jobb megoldást. Mert ugye mindegyik, mind a négy csoportosulás megkeresett bennünket. Mi lenne, ha mind a négy egyesülne? Azt mondja, az lehetetlen. Mondom, miért? Hát a vezetők miatt. Hát mondom, akkor váltsátok le a vezetőket. Hát mondom, hogy ti bekerüljetek oda és kapjatok 5%-ot, ahhoz legalább kellene egy olyan üzenet, hogy ezek a csoportok kiegyeztek egymással, és a vidéknek újból mondjuk elnézést, amit ők szoktak mondani, van pártja. És a vezetőknek így soha büdös életben nem lesz elnézés, csúnya, most kezdek csúnya beszél. Soha nem lesz szerepük a magyar közéletben, de ha annyit megtesznek, és keseredetten mennek majd el, úgyhogy mindenkinek meg lesz a véleménye róluk, de hogyha ők most utána kiállnának, és azt mondják, hogy ők fölállnak, és a nyilvánosság előtt ott kezet fognának egymásra, azt mondják, hogy kibékülne egymással a négy csoportosulás, és ők inkább hátra lépnek, mert sokkal fontosabb az, hogy ez megvalósuljon, mint az, hogy ők vezessék, és az ő háborúskodásuk menjen. Lenne ennek erkölcsi üzenetértéke Magyarországon? Sok mindent hozna is. Hölgyek, urak, viszont úgy tűnik, hogy képtelenek rá, hogy ezt megvalósítsák. Az egyetlen esélyükre képtelenek. Ezek nagyon nagy tanítások,
ugyanebben a dologban. Ugyanez a kérdés a Gárda ügyében is. Amikor Kunszent Miklóson ugye, akkor még két részre volt szétesve a Gárda, most már öt. Öt. És akkor ott felálltak, hogy akkor ő 1800 emberre csatlakozik, ő még 800-an. Emlékeztek rá, aki ott látta, hallotta volt. És akkor kérdezték, hogy akkor mi van? Hát mondom, hogy ami egybe volt valamikor, az tovább ne osztódjon itt Magyarországon. Tessék egymással kiegyezni, akkor lehet tudni csatlakozni. Semmi más úton nem lehet. Annak nincs értelme, akkor az egyik, a másik, akkor másikat is el lehet. Megint egy fél Magyarországot hozunk össze, annak nincs értelme. És hogyha a vezetők miatt nem megy, akkor meg kell. Azt gyakorolni kell azt a dolgot, amit a nagyvezetőkkel is próbálunk csinálni. Akkor meg kell magyarozni őket, hogy akkor vagy így, mert ha nem, akkor nem. Másik fontos dolog. A Magyarok Szövetségét sok mindenki azt mondja, hogy hát ez így egy gyengécskék ezek a gyerekek, mert hát úgy megdobálják őket állandóan éjjel-nappal mindenfajta gyalázkodásra, sosem válaszolnak rá. Tisztelt hölgyek urak, én azt tudom mondani, hogy legtöbbször azok az emberek, akik a gyalázkodásokat dobálják, vagy félre vannak vezetve, vagy félre vannak tájékoztatva, nem rossz emberek ezek. Megtévesztett emberek. Ma a magyar társadalomért úgy tudunk a legtöbbet tenni, ha a megosztását nem növeljük. Értik, amit mondom? Ha nem növeljük a további megosztottságát. A Magyar Összegység ezekre nem válaszol. Amit tudna is elmondanom, van megint csak nagy kiabálás és veszekedés lenne. Ezzel az ország nem jár jól. Tehát engedjék meg, hogyha akkor, amikor nagy kiabálások és veszekedések lesznek megint, és megmondják, hogy nekünk mi mindenkivel van bajunk, nincs bajunk senkivel. Főleg azokkal az emberekkel, akik az elmúlt időszakban bizonyították azt, hogy ők a nemzeti oldalon valamit leadtak. És most én megpróbálok megfeledkezni mindenfajta egyéb másról, amikor éppen rossz dolgokat csináltak, azt próbálom a szem előtt tartani, amikor jó dolgokat tettek ezért a dologért, ezért becsüljük őket, tiszteljük is őket ezért a dologért, és arra kérjük őket, hogy próbáljanak ezen magatartáson változtatni. Nincs mit tovább osztani ezen a nemzeten. Aki tovább osztja ezt a nemzetet, az biztos megsemmisülés felé vezényli. Ezt nagyon határozottan merem mondani. És nekünk egyetlen, ezt a gondolatot el kell ültetni az emberekbe, nincs tovább egymásra való kiabálás. És hát önök elég jól ismerik Pap Lajos professzor urat, ugye ő nálunk a bölcsők tanácsában bent van, hogyha érkeznek majd ugye Kunszent Miklóson lesz február 7-én az országos munkaértekezlet, akkor szintén lehet majd vele találkozni. Ő egyszer most nemrégiben nekem azt mondta, hogy ő ezután már senkire nem fog rosszat mondani. Tehát megpróbálja valahogy az életének a hátlévő részét úgy leírni, hogy ezeket már hagyjuk ezeket, hogy kiről mit mondtak, meg hogy hogyan, meg miképpen, meg ezt már ezt fejezzük be. És igaza lesz. Nincs mit tovább osztani ezen a kicsi nemzeten. Nincs mit. És aki a továbbiakban a bizalmatlanságot próbálja tovább szítani, higgyük el, hogy nem a magyar nemzetnek az összekapcsolásának az útján jár. Mi az, ami fontos lehet az elkövetkező időkben? Hölgyeim és uraim, a Magyarok Szövetsége azt határozta, hogy a országgyűlési választásokig megpróbálja megszervezni helyben azokat a fórumokat, lakossági fórumokat, hogy 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 pártnak a tagjait leülteti, és az emberek kérdezzenek tőle. Tessék számon kérni a biztosítékokat, és mindenfajta egyéb más. Ne beszéljen senki a levegőbe. Ezeket kell megszervezni. Az emberek itt találkozhassanak azokkal. Ne mondja azt, hogy ő nem ér rá. Mi az, hogy nem ér rá? És én megmondom, hogy mivel kell megszondázni őket. Mit fognak adni a 20 és 35 év közötti fiataloknak? Hogy fogják kárpótolni őket a munkabérveszteségeikért? Hogyan adják vissza a következő magyar nemzedéknek a nemzeti minimumot? Tisztelt hölgyek, urak! És hogy engedik-e, hogy 13 millió magyar ember érdekképviselete a határon túli magyarokkal együtt megjelenjen az országgyűlésben? Hogy szükségesnek tartják-e? Ezek a fontos szondázó kérdések, amiket fel kell tudni tenni. Nemrégiben Mucson jártam, és ott az egyik pártnak a éltetése zajlott, hogy ez Felvidéken van ez a település, és az egyik magyar pártnak az éltetése zajlott, hogy mi mindent fog az majd megvalósítani. Elhangzott egy ilyen ígéret nagy nevű embereknek a szájából, hogy augusztusra meg lesz az állampolgárság. Én vettem a szemtelen meggyőződést, és oda mentem a nagyot mondó emberhez, és azt mondtam neki, hogy ugye augusztusban oda mehetek én is, és megkérdeztem, hogy miért nincs. Tehát akkor ilyen nyugodtan jöhetek. Oda fogok menni, és meg fogom tőle kérdezni. Tisztelt hölgyek és urak! Indultunk úgy, hogy azt gondoltuk, hogy a legjobb, ha Magyarországon lévő értelmiségi elitet összegyűjtjük, és az majd maga köré gyűjti az országot. Nem volt jó megoldás. Belevertük a fejünket a falba majdnem, sírtunk, rittunk,
mert az emberek nem tudtak kiegyezni egymással, egyből mindenki titkos ügynök volt, hazáruló, szabadkőműves. Azt mondták, hogy ezzel meg ezzel ő nem hajlandó együttműködni. Hiába gyűjtöttük őket, össze-össze azt hittem, hogy megvan a megegyezés is. Nem volt meg. Aztán rádöbbentünk arra, hogy próbáltuk gyűjteni a magyarországi civil csoportokat, és kiderült, hogy a civil csoportok nem léteznek Magyarországon. Néhány patrióta helyi szerveződés kivételével, akik tényleg maguktól határozzák meg a céljaikat és tartják el magukat, döntő részében elosztó gépezeteknek a tagjai. Amennyire benneteket a szakszervezetek megvédenek, annyit érnek. Ami, ugye, amennyit a civil szervezetek működnek. Nemrégiben egy civil szervezetnek a vezetőjét megkérdezték, akik állítólag egy civil szervezetnek a vezetője, megkérdezték arról, kényelmetlen kérdéseket tettek föl neki egy miskolci fórumon, mert ők azt állítják, hogy 1200 civil szervezet a tag. És hát néhány leleményes ember utána járt, hogy amíg ki volt írva, egy nem volt 1200. Kettő, ami nagyon fontos volt, hogy a magánszemélyeket és az embereket fölhívva telefonon, kiderült, hogy ők nem csatlakoztak ehhez a szervezethez. Valamint, hogy egyharmada a szervezeteknek nem is létezik, ami oda föl van írva, és körülbelül olyan egy negyede az, amit tényleg ki is mondta, hogy van. És akkor megkérdezték tőle, hogy akkor ez hogy van. És hogy melyik volt az időpillanat, amikor egy csarnokban az 1200 civil szervezetnek a képviselő összegyűlt, és megválaszolta őt vezetőnek. Hát ilyet ő nem, akkor nyökögés elkezdődött abban a pillanatban. Ugye erre nem tudott válaszolni, és el is hagyták a termet annak következtében. Na, a hölgyek, urak, azt értsük meg, a demokráciát ne csúfoljuk már meg, legalább valami fajta legitimitás, valami létjogosultságot föl kell mutatni valakinek ahhoz, hogy utána eladja a civil társadalomnak a én vagyok a civil társadalom hangja a képernyőben című dolgok. Azt önök tudják, hogy a Magyarok Szövetsége minden televízióról le van tiltva. Igaz, ezt hallottál? Az Echo televízióból is le vagyunk tiltva. Nem szabad kimondani semmit. Én meglepődve tapasztaltam azt, hogy azok, akik engem tanítottak, hogy is van a magyar jog, rendszer, és hogy miért illegitim az állam, amikor megjelennek ezen televíziók, mondjuk a Hír TV és az Echo TV-nek a képernyőin, akkor ezt miért nem mondják el? Ők tanították nekem. Hanem akkor ilyen mellébeszéléses, nem tudom mi van. Tiszteletre méltó az is, amit ott megfogalmaznak, csak hát a legfontosabb dolgokat, amiket el kéne mondani a nézőknek, hogy fel tudjuk őket világosítani, az nem hangzik el. Hogy néz ki mondjuk egy demokratikus államrend, és hogy elméletileg mitől legitim egy ország. Azt valahogyan nem mondják el, pedig ők tanították nekem, komolyan mondjam. Én azt mondom, hogy ugye Pörzsa Sándor óta tudjuk nagyjából, hogy olyan televízió ma Magyarországon nincs, ahol ki lehet mondani azt, amit gondolom. Hanem azt lehet kimondani, aki éppen valakinek az érdeke. A Magyar Szövetsége létrehozott egy önálló televíziót, már nem a Hungária Televízió mentén működünk tovább, ezt korábban mi támogattuk, de azt a minőséget ők nem tudták produkálni, amire mi nekünk szükségünk van. Ezért arra az a döntés született, hogy egy országos központot hoztunk létre, ahol egy helyen van a televízió, egy helyen van a bank, vagy egy országos hitelintézet, egy helyen van egy országos szövetkezet, egy helyen van egy sportcentrum, egy helyen a nemzeti háló is azon a helyen van, és még valamiket elfelejtettem mondani. De a lényeg, ja igen, van egy heti lapunk, ami most fog indulni, tehát van egy havi lapunk, azt nagyjából találkoztunk vele. A heti lapunkat Varga Domokos György, Új Magyarország valamikori főszerkesztője fogja szerkeszteni, ezt úgy hívják, hogy Szilaj Csipó. Egy érdekes dolog, hogy végigjártuk a településeket most. Hát a Domi nagyon jól, működött ebben a ügyletben, ugyanis ahol voltunk, a tagság ott lévő embereknek a fele, az egyből elő is fizetett erre, még nem létező újságra. Mondom, ezt nagyon jól csinálja, és megkért különben arra, hogy én erről majd szóljak és beszéljek, és egy kedves segítőnk megérkezett ide, akinél majd lehet jelentkezni ebben kapcsolatosan. És hát annyit tudok elmondani, hogy a nemzeti csoportokat elmondtuk, hogy nekünk a kezünkben van egy összerakott erő. Kell magyar nemzeti televízió. Az, amelyik több csoportnak nem kell, hogy az egy zsebtelevízió legyen, valakié csak. Nagyon fontos az, hogy 24 órán keresztül adja az adását, országos legyen, és a sok zsebtelevízióra mondjunk le, mindannyian, a nemzeti csoportok, mondjunk le. És sokkal jobb az, hogy többszöröse időn keresztül több százszor annyi embernek lehet elmondani, akkor, ha összerakjuk ezeket a dolgokat. Ezt nagyjából mindenki értette, bonyolultan fogalmaztam, de az a lényege, hogy mondjuk egy internetes televíziót megnéznek 5-10 ezeren, és azon valaki csinál 2-3 órás műsorokat, de az az övé a legyén,
ha ezt összerakja és országos televíziót csinál belőle, és a két órás anyagait csinálja csak továbbra is, akkor viszont meg megnézi 2 millió ember. Akkor melyikért többet? Az, amikor 2 millió ember nézi meg, ezt ebben egyetértünk? És nem az a lényeg, hogy akkor a bizonyos műsorok lehetnek a kezébe, de rakjuk össze. Na ugyanúgy, mint ahogyan akkor ősszel kértük őket arra, hogy na akkor most akkor gyúrjuk össze, és hogy nálunk van egy erő, aki itt, ha kell épít, tesz, vesz, az hozzá tudja rakni, tehát a 50-60%-át ahhoz a dolognak, ami egy ilyennek a megindításához kell, azt mi tudjuk hozni. Na hölgyek urak, 7 új televízió jött létre azóta. Ezek a csoportok nem hajlandóak egymással együttműködni, és eszükbe sincs, 7 új internetes televíziót hoztak létre. 7. Természetesen mindenhez kell munkatárs, mindenhez kell pénz, eszükbe se jutott, hogy összerakják. Mindenki továbbra is saját maga akarja megváltani ezt az országot. És még egyszer mondom, megmondtuk, mi lemondunk arról, hogy itt az zseb televízió legyen. Hozzárakjuk a munkát, felépítjük, tegyük be az életet oda, megmondjuk az ötletet, ami alapján ebből országos televíziót lehet csinálni, és nem lehet kiszerkeszteni másonnan. És annyit kérünk, hogy nekünk is van műsoridőnk, nektek is, és a többi. És legyenek közös elvek, ami mentén megegyezünk, hogy miért ne rúgjanak bele a televízió minden nap. Nem hajlandók rá. De én egyet tudok mondani, hogy a Magyar Összövetség erősnek érzem ahhoz, hogy ugye január végén reményeink szerint be tudjuk indítani az első adásokat, utána Újpest és Újpalota kerületekben indítunk, mint helyi televízió, és reményeink szerint az önkormányzati választásokig el tudunk jutni odáig, hogy itt Pécsen is ezt a bizonyos televíziót fogni lehet. Mi a neve, meg hogy hogyan, meg mint van, azt most még nem mondok túl sok dolgot róla. Ez olyan, mint a filmeknél munkanevek vannak csak. És ez egy 24 órás adást produkáló televízió lenne. Egy valamit tudok ígérni, hogy azon társadalmi csoportok, akiket senki nem engedett oda a képernyőhöz, mi oda fogjuk engedni, még akkor is, ha minket fog kiadani. Nagyon komolyan mondom. Remélem, hogy ez elegendő gesztus is lesz ehhez az ügyhöz. Még egy fontos tartalom, ugye elmondtam azt is, hogy föl kell építeni azt a bizonyos Magyarországot. Azt csak a Magyarok Szövetsége nem tudja a pénzügyi rendszerét, a gazdasági rendszerét, meg a többit felépíteni. Mi a országgyűlési választásokig azt mondtuk, hogy a tagokat arra kérjük meg, hogy menjenek el szavazni, tehát nem igaz, hogy mi azt mondtuk, hogy ne menjenek el szavazni, ez nem igaz. Azt kértük, hogy menjenek el szavazni, és aki a nemzeti oldalon minél többet mutat föl, a vérmérséklet szerint, aki ki hogy gondolja, hogy melyik az, amelyik csoport ebben legtöbbet felmutat, a nemzet érdeke érdekében tegye le azt a bizonyos szavazatát. A nemzet érdekében rakja le azt a szavazatát. És nem mondjuk meg, hogy melyik párt, meg hogy hogyan, mert egy pártok fölött lévő szerveződésnek ez öngyilkosság is lenne. Nem akarunk megszabadulni egyik tagunkról se, főleg azok, akik nagyon jó szívvel, jó lendülettel végzik a munkát. Én örülök neki, hogy vannak szerveződések Magyarországon, akik ilyen érdekében lépnek föl, de annyit tudok mondani, hogy engedjék be az embereket a pártjaikba. Vagyis akkor fogom elfogadni őket hiteles nemzeti szervezeteknek, amikor 200, 300, 400 ezer magyar ember lesz ott pártag. Akkor már elkezdek rajta gondolkodni, hogy talán így van. Nem lehet az, hogy szűk érdekcsoportok tartják a kezükbe ilyen kapaszkodóval az egészet is, hogy ez egy nagyon erős rendszert, érdeképviselő rendszert építsenek ki, hogy ne felülről, de a farok csóválja a kutyát. Értjük az esetet. Én ennyit tudok, mint jó szívvel javasolni. A Magyarok Szövetsége a választásokig azon fog működni, hogy megértesse mindenkivel, hogy legitim magyar állam kell, és arról, hogy ide leültesse az adott a településeken, ahol a Magyarok Szövetsége csoportok vannak, leültesse az embereket, és szembeültesse ezekkel a bizonyos politikusokkal, és na most lehet tőlük kérdezni. De fontos és kemény dolgokat. Tisztességgel, becsülettel, nem ordiválva adják meg a választ rá. És nem szabad elfogadni azt, amikor nincs válasz. Mert hogy nem tudom, az is válasz, csak vallja be. Csak vallja be. Másik. Mi dolgozunk tovább, építjük a közösségeinket, reményeink szerint el tudunk jutni oda, ezt már többször próbáltam és többször reménykedtem benne, de szeretnénk minden magyar településen jelen lenni, és a Magyarok Szövetségének egy települési képviseleti rendszerét létrehozni. Ez azért fontos, mert azt mondjuk, hogy egy felsőházat akarunk, jó, de mi alapja?
Hol van a háttere? Ezt a szervezetet meg kell szervezni. Magyarok Szövetsége megpróbál egy körülbelül 300.000 fős szervezetté válni Magyarországon. Nem mi szeretnénk egyedül a civil oldal lenni, és sok minden egyéb más. Belátjuk, hogy sok mindenki nem fog egyetérteni azokkal az alapelvekkel, amiket mi megfogalmaztunk. Mi arra kérjük a civil társadalom többi részét, szervezze meg magát, és végre legyen kivel leülni beszélgetni. Mert eddig embere igazából itt nincs senkinek. Tehát én hiába ülök le valakivel, akinek a 5 darab elnöki embere van, aki az elnökségből 5 darab ember, hiába beszélgetek vele. És mi az, ami a változást ki tudja erőszakolni? Nagyon. És higgyük el, hogy mi úgy gondoljuk, másfél-két év múlva dőlnek el itt most a dolgok. És a közgazdászok és a társadalomkutatók elemzései 2009 őszéről beszéltek. Én azt mondom, hogy sajnos nekik nem volt igazuk, és úgy tűnik, hogy a mi igazságunk fog valóra válni, de mi próbáltuk az ő igazságukhoz is igazítani magunkat. Addigra viszont valaminek lenni kell ebben az országban. Főleg, hogyha csalódás éri az embereket. Nem jó az az embereknek, hogyha azért van egy biztosító? Hölgyeim és uraim, engedjék meg, hogy megmerjen fogalmazni, mi az, hogy Magyarok Szövetsége. A Magyarok Szövetsége egy közjogi szabadságharc. Egy közjogi szabadságharc, hogy az alkotmányos rend Magyarországon helyreálljon. Ez egy jó harc, önök szerint? Kell egy ilyen szervezetnek lenni, amelyik ezért lehető legerőteljesebben fellép? Akkor mondom a következőt. A Magyarok Szövetsége egy olyan szerveződés, amelyik létre kívánja hozni 13 millió magyar ember érdekképviseletét, a magyar felsőházat, ahol a civil szervezetektől, az egyházakon át, a szakszervezetektől, az önkormányzatokig megjelenik Magyarország más szemmel, mint a párt. Ez jó gondolat? Önök szerint? Jó? És akkor van még egy fontos dolog, nem egy, kettő. Az egyik az, hogy a Magyarok Szövetsége mi? A Magyarok Szövetsége mozgalom az utolsó tehetségkutató program az országban, amelyik a nagyjából épeszű, éplelkű, épszellemű embereket megpróbálja összegyűjteni, annak érdekében, hogy higgyük el, hogy közös munkával lehet az országért tenni valamit. És hogy mit kell csinálni? Bármit, amiből tanulhatunk. Előadásokat szervezni, táborokat tartani, magyar a kenyeret hogyan kell szétosztóhálózatot létrehozni, hogy magyar kenyer jusson az embereknek az asztalra, hogy a tejet hogyan lehet szétosztani, hogy lehet gazdaudvart szervezni, hogy lehet magyarok piacát csinálni, mindent. Illetve az, hogy kell esetleg egy új szakszervezetet fölépíteni, ami már nem a hatalomhoz van bekötve. Hogy kell új civil szervezetet szervezni adott témára, ami nem a hatalomhoz van bekötve, hogy a szervezési alapelveket, amiket már nagyjából végig tanultunk ebben az országban, és mi volt a buktatója, azokat megpróbáljuk odaadni. Tehát egy tehetségkutató program, ami ilyen keresi az éppelmű magyar embereket. És hogy mi a Magyarok Szövetsége még? A biztosíték. Arra, hogyha a pártok valamit nem ígérnek, megígérnek és nem tartják be, ettől még mindig legyen valami, amihez hozzá lehet majd nyúlni. Értik, hölgyeim és uraim? Hogy még mindig hozzá lehessen valamihez nyúlni, amivel még eredményeket lehet elérni. Ahhoz, hogy ebben az országban változás legyen, körülbelül 8-900 ember összefogott munkájára van szükség. Ez körülbelül 7-8 millió ember egyetértését jelenti. Hölgyeim és uraim, egyszer már ezt az országot 800 ember a kezébe tartotta. Tudjuk, melyik időszak volt ez? Akkor, amikor annak a pártnak 800 tagja volt. A telefonokkal, a kapcsolattal mindent lerendeztek itt, és a kezükbe tartottak, hogy moccani nem lehetett az ország. Így volt? Hölgyek urak, elárulom, hogy ez egy rossz példa, de lehet jó is. Mert 8-900 ember elegendő ahhoz, hogy ez ugyanez megtörténjen a nemzeti oldal irányából. Vagyis 8-900 összeszervezett ember kell ahhoz, hogy történelmi változás történjen ebben az országban. És Magyarországon higgyük el, 10 ember körülbelül valamit közösen gondol, de csak egy fog megjelenni a cselekvésnél. Így tapasztalták önök is? Hölgyeim és uraim, ez azt jelenti, hogy 7-8 millió magyar ember összefogására van szükség, de abból csak 8-900 lesz ott akkor, amikor éppen csinálni kell valamit. És ezzel szembesülni kell. Én közösség fejlesztéssel, szervezéssel nagyon sokat foglalkoztam, és a jól összerakott közösségek is, hogyha 20-30% mozgósítást el tudták érni, az kiváló eredmény. És ugye tudjuk, hogy itt nem egyszer kell, sokszor. Ezért úgy gondoljuk, hogy a felsőházi szövetséget létre kell hozni. Tehát nem csak papolni kell a felsőházról, meg hogy kell, meg hogy nem, hanem tárgyalást kell lefortatni a felsőház létrehozásáról. Egy érdekes gondolat, hogy megpróbálom most lejátszani a történetet, jó, a tárgyalást. Hát, ha megértik, azért, mert itt a mai magyar embereknek valami konkrétum kell, ugye, a valami,
a konkrét politikai cél. Mert addig olyan nagy lőzungokat mondott ez a Magyarok Szövetsége, meg olyan elméleti dolgokat. Nálak, hogy most téged használok fel, mint három gyerekes családapát, aki itt maradtál egyedül, hogy itt megmentsed Magyarországot, remélem még válasz egy párat. És akkor 8,1-et elérjük. Ő itt van egy magyar társadalmi csoportnak a képviselete. Próbáljuk úgy megcsinálni majd a tárgyalásokat, hogy lehetőleg a saját közege az tudjon valamit erről, hogy ott mi történik. Mert ugye itt a vezetők kakasdombokon ülő kiskakasok, akiknek elég, hogyha szemétdomb alattuk van, ők nem nagyon akarnak tovább lépni. Következő. Maga szerint jól van ez így, ami ebben az országban történt? Nagyon rosszul van. Egyetértünk. Első megállapodás megtörtént, tak. Ön szerint mondjuk 13 millió magyar ember érdekképviseleti rendszerére, hogy a politikusokat egy kicsit gatyával majd kézbe lehessen tartani, szüksége volna egy felsőházba? Úgy beszéltük meg, igen. Igen. Második megállapodás, megvan. Most jön a csali. Benne akar lenni a felsőházba. Oké. Okay. Legyél egy kicsit rámenős. Mondja azt, hogy igen. Nem vagyok hatalmi bány. Jó, de akkor a szervezetedben meg akarod lenni a felsőházban? Igen. Igen? Én szerintem is benn kell, hogy legyetek. Megegyezünk, legyél benn. Figyelj, én tudok vinni körülbelül 50 ezer embert. Aki kell, akkor fellépeznek a dolognak az érdekében. Te mennyit tudsz hozni? 10 ezer. Jó, akkor következőképpen működik a dolog. Kéne a 8-900 ember, akit el kell osztani, és azt mondjuk, hogy ó, akkor te kapsz hány helyet? 50 ezer embert hoztál, gyorsan, akkor megkapod a 12-ed részét, te meg ugye annak a megfelelő arányú részét, ahány embernek a támogatását, a direkt támogatását tudod hozni. Ez nagyjából életre valóbbnak tűnik. Van egy rossz hírem. Még ilyen szerveződések ennyi, amennyire kellene szükség volna, nincs. Vagyis fel kell tudni építeni. Erre szükség van egy erős Magyarok Szövetségére, és meg kell erősíteni azokat a nemzeti civil csoportokat, illetve ha kell, új szakszervezeteket kell létrehozni annak érdekében, hogy oda tömörüljenek ezek az emberek, és ez az erő össze tudja jönni. Mert azt hogy tudjuk, hogy néhány elnézést MSOS-es szakszervezetnél valószínűleg, mint az ördög sikolgatásával ugranak ki az ablakon, és predesztinációt nem is kéne csinálnunk. Ugye, mert maguktól menekülnének ki innen, hogyha egy ilyet fölvetnék. De azért egy nagy kérdés lenne a tagsága felé, köszönöm szépen, hogy mit szólnának a tagok ahhoz, hogy azt mondják, figyelj, megkérdeztük a főnököteket arról, hogy ne az érdekegyezetű tanácsban legyen benne a képviseletetek, hanem a parlamentben. És ő visszautasította. Hogy magyarázza meg? Nem is marad sokáig főnök. Hát nem fog, szerintem azt mondani, és azt fogjuk csinálni, hogy azért is cseszegetni fogjuk a második, harmadik vonalbeli vezetőket, hogy legyetek már ti a főnökök. Hát ez van, ez egy ilyen harc, amiben... Ugye a béke a végső cél állítólag, harcolja békéért, de csak a, ugye emlékszünk ezekre a nagy történésekre. És van még egy másik, nekem ez nagyon komoly vélemény. Aki azt meri mondani, hogy az egyházak ne politizáljanak, akkor az valamit nem tud a világ. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, a keresztény értékrend védelmi érdekében az egyházaknak fel kell lépni, ez közéleti tevékenység. Teszik, vagy nem teszik, elnézést azért, amikor a hívek hallják azt, hogy mégse akar föllépni direktben, az egy érdekes dolog lenne. Az egyházaknak bent kell lenni, a történelmi egyházaknak bent kell lenni a magyar országgyűlés felsőházában, és vállalniuk kell azt a küzdelmet, ami a keresztény értékrend megtartásáról szól. Önöknek ez a vélemény. És van még egy mondani valónk, ugye a Magyarok Szövetsége nemrégiben megrendezte a Magyar Nemzeti Közösségek Tanácsának az első ülését, Esztergomban Mindszenti Hercegprímásnak a termében. Erről önök persze nem olvastak. Annyit kell tudni, hogy határon túli magyar szervezetektől elnökségi tagok voltak ott, ahol átadtuk a Magyarok Szövetségének az amúgy munkaváltozatú alaptörvénytervezetét, vagyis a Magyar Alkotmányosság alaptörvényeinek a tervezetét, ami nem az a tökéletes, arról szó, hogy erről már lehet vitatkozni, ez egy gondolkodási alap. Ott ezen szervezeteket megkérdeztük arról, hogy kérdezik meg odahaza, bent akarnak-e lenni a magyar parlamentben. És úgy nyilatkozzanak róla. Ugye tudjuk, hogy a Máért már nem nagyon működik, meg a Kárpát-medencei képviselők tanács, és mind pártok által létrehozott csoportosulás,
És ha nem volt kedvük, nem hívták össze. De az, hogy a határon túli magyarok egymással rendszeresen találkoznak, és legyen közös értekezet a magyarságnak, az azt tudjuk, hogy nagyon fontos. Hölgyek, urak, megdöbbentő dolgokat hallottunk. Amíg évek óta nem jöttek össze ezek a csoportok. Pártok is voltak benne, nagy civil szervezetek voltak benne. Kárpátalján, például a Pedagógus Szövetségnek az alelnöke azt mondta el, hogy tetszik vagy nem tetszik, a magyarságnak ott 10-15 éve van, több nincs. Tehát akkor, amikor én azt mondtam, hogy egy generáció múlva eltűnhet, azt mondta, hogy ez nagyon optimista nézet. Ott mindenkinek leesett arccal nézték és hallgatták végig a beszámolót, hogy hol tart Kárpátalja. És hogy az ukrán nyelvtörvény ezerszer keményebb, mint a szlovák. És hogy lehet, hogy az utolsó magyar felsőoktatási intézményt Beregszászon be kell zárni a törvény következtében. De ha érdekel benneteket, hogy értsétek az uniós elképzeléseket, a Burgkászlóban volt egy magyar gimnázium, 2006-ban bezárták. Tudjátok, hogy miért? Azért, mert Németországban az alkotmány előírja, hogy nem németül nem lehet tanítani. Tehát a magyar gimnáziumot ezért zárták be. Tehát el fogják fogadni mindenhol, hogy ukrán nyelven kell, vagy szlovák nyelven, vagy román nyelven kötelező tanítani az alapon. Mert ez az uniós láta. Mert ez az uniós szemlélet. Tetszik, vagy nem tetszik. És ezt megteszik Burgkászlóba is, Bajorország kellős közepén, szerintetek akkor Beregszászon nem fogják megtenni. Őket is megkérdeztük, hogy benn akarnak ebben a dologban lenni. Én kíváncsi vagyok, hogy odahoza hogy számolnak el azzal, hogy ők nem akarnak a felsőházba bent lenni. Hogy fognak elszámolni a saját tagjaiknak, meg a saját embereiknek? Szerintem ugyan jó, szondázó kérdés ez. Hölgyeim és uraim, a Magyarok Szövetsége jelen pillanatban ennek a felsőházi szövetségkörnek az összekovácsolásán működik. Ez szó szerint azt jelenti, hogy mi azt a csoportot, akit ott szeretnénk látni, hogy ott legyen a felsőházban, akit mi úgy láttunk, hogy szerintünk odavaló, azokat mi mind fel fogjuk keresni, aztán ezt, aki ebből vissza fog utasítani, akkor kénytelenek leszünk keresni más, aki viszont elfoglalja azt a helyet, hogy össze is rakódjon ez a társadalmi csoport. És az érdekes lesz majd, amikor itt egy magyar kormányfő fog utazni, lemegy Bázakeretjére, és azt mondják neki a polgármester, hogy az a magyar felsőház az jó dolog lenne. Hogy elmegy ki Tusnádfürdőre, és azt mondja ott valaki a határon túl, hogy az a magyar alkotmány jó dolog lenne. Megy a orvosi kamarához, és akkor azt mondja, hogy az a magyar felsőház de jó lenne. Ott cseszegetném mindenki őket ezzel a dologra. Igaz? Az egy jó dolog lenne. Főleg az, hogyha nagyon érik a helyzet, akkor ez a 8-900 ember, akkor fel is tudjon ennek a dolognak az érdekében lépni. És végén rádöbbenjenek már a vasutasok, pedagógusok és mindenki egyéb más, hogy nem a kafetériáért kell majd nekik tüntetni, hölgyeim és uraim. A tisztességes bérért, vagyis a 10-ből 2-ért kellene, közösen, mindannyiunknak, avval a nagy bizonyos szolidaritás példaképével működni, és valahogy kivívni. Hölgyek, urak, ettől nem mennének tönkre a magyarországi multik. És hogy mi a baj? És amire nagyon oda kell figyelnünk, elnézést, hogy ilyen hosszan elhúztam a dolgot. Picit azért el vagyok fáradva, mert néha gatyát lerántom, és akkor fölvesszük a másikat, döntjük a falat, utána meg idejövünk, hogy azért sem vagyok néha eléggé tiszta, mint kéne. Na a lényeg, hogy honnan tudjuk, hogy veszélybe vagyunk. A karvai tőke azt csinálja, hogy azt mondja, hogy neki több pénz kell. Ezt eddig tudjuk, hogy ezt így viselkedik, igaz? De ő ezt úgy szokta csinálni, mint jó gazda módjára. Vagyis azt mondja, hogy figyelj, ezek 10-et termeltek eddig, ebből 9-et elvittem, egyet kaptak meg. Kicsit magyarozzuk meg őket jobban, adunk nekik 2-t. És termeljenek 15-öt. És akkor én elviszek még többet. Jó járna? Hölgyek, urak, amúgy ők így cselekednek az egész világon. Egy picivel mindig ott valamit adnak, és akkor még nagyobb teljesítményeket várnak el, de egy picit mindig ott oldanak azon a szorításon, mert tudja, hogy a végén, hogyha bizonyos életszínvonalat nem ér el, akkor ő nem fog tudni azt a teljesítményt lerakni. Az pontosan tudja a nyugati, hogyha mit tudom, nem a saját kocsijával érkezik be a kültelki, logisztikai központba, hanem majd jamborozni fog ott a 8 buszon, héven, meg akármén keresztül, akkor olyan fáradtan érkezik meg, amit ő nem tud felhasználni. Pontosan tudja, kiszámolta. És akkor végén ő még majd a kocsihoz is támogatást ad meg mindenhez. De nem is az a lényeg, ők így viselkednek. Magyarországon nem. Magyarországon, ha valahol áfát csökkentenek, nálunk emelnek. Ha valahol üzemanyagárat csökkentenek, nálunk emelnek.
hölgyek, urak, ellentétes folyamatok zajlanak le. Vagyis, jól látható módon a karvajtőkeit nem pénzt akar keresni. Egy népet szeretne felszámolni, tisztelt hölgyem és uraim. Itt egy népet kívánnak felszámolni, és amikor azt mondja a cserkész, hogy légy része, hogy nem akármilyen résen kell, amit nekünk lenni, és azt kell megérteni, hogy soha többé olyan magyar vezetést, akit a nép nem tart a kezében, nem szabad megválasztani. Tehát olyat, akit nem tudunk a magyarót a kézbe tartani, nem szabad. Olyan rendszert kell létrehozni, és meg higgyétek el, itt a legtöbbször a tévedések abból vannak, a rendszerrel van a baj, nem az emberekkel, higgyétek el. A rendszer, amiben működünk, az annyira alkalmatlan a tovább lépéshez, a nemzet tovább lépéséhez. Egy olyan rendszert kell létrehozni, ami a nemzeti biztosítékokat garantálja. Egy olyan rendszert kell tudni létrehozni. És ennek érdekében mindent meg kell tudni tenni. Tehát a Magyarok Szövetsége egy közjogi szabadságharc, a Magyarok Szövetsége egy biztosíték, a Magyarok Szövetsége egy utolsó tehetségkutató program, és tetszik, nem tetszik, tisztelt hölgyeim és uraim, most mondok egy furcsát, szeptemberben a önkormányzati választásokon a Magyarok Szövetsége viszont indul. Méghozzá azért, mert azokon a településeken, ahol 200-300 tagunk van, és az összes párttag, aki van mindenfajta pártból, nem éri el az 50 főt sem, miért közülük kellene választani vezetőket? Miért nem a közösségért nap mint nap tevő emberek közül kellene vezetőket választani? És azokkal a civil csoportokkal, akik eddig mindig kihagytak mindig mindenfajta küzdelemből, és mindig félretoltak, azokkal az arányosság elve alapján történnek a megegyezések. Hölgyeim és uraim, eddig 6 időközi választáson indultunk el, önkormányzati választásról van szó, ami itt az országban volt. Ebből 5-nél, 5 településnél, ezek kis települések voltak, sikerült azt elérni, hogy a Magyarok Szövetsége civil csoportjai, közösségei a kezükbe tartják a települést. Van még egy még jobb hírem. A 16. kerületben nemrég volt időközi polgármester választás, 9,6%-ot ért el mindenfajta kampány nélkül az ott lévő Magyarok Szövetségi csoport. Pont 23 szavazattal maradt le az MSZP is mögött, úgyhogy én komolyan gondolom, hogy a Magyarok Szövetsége a negyedik legnagyobb erő ma ebben az országban. Ezt tudom, hogy sok mindenkinek nem tetszik. Nem pártokkal akarunk küzdeni, tehát attól nem kell félni senkinek, hogy az alsóházi helyét hogyan fogjuk elvenni. Nekünk egyetlen egy dolgunk van, hogy az önkormányzatok újból magyar nemzeti érzelmi embereknek a kezébe kerüljenek, azok vállalkozzanak, azok létrehozzák a közös magyar pénzügyi, gazdasági és kulturális rendszereket, építsék föl a magyar oszlopokat, és utána meg üssük ki a globalizmusnak az oszlopait, és egy kicsit szebben faragott magyar oszlopokat rakjunk be a helyére. Tisztelt hölgyek, urak, biztosíték! Biztosíték arra, hogyha közben nem úgy mennek a dolgok, és nem azt valósítják meg azt, amit mondanak, mégis mellette folyamatosan épül, gyarapodik valami, ami a helyébe tud ezeknek az ígéreteknek lépni. Jó ez önöknek, ha van egy ilyen? Kérdeztem, jó? Persze. Jó. Nem akarunk többet, nem akarunk elvenni emberektől szavazatokat, egyebeket, aki az országot akarja most irányítani, és vállalja minden becsületem és tisztességem, hogyha ő ezt jól fogja csinálni. Egyet tudok mondani, ha jót tesznek az emberekkel, nekünk oda kutya kötelességünk segíteni nekik. Aki itt ezeket a célokat megvalósítja, amiről mi beszélünk, kutya kötelességünk segíteni. Viszont résen vagyunk. Résen vagyunk. Ugyanis nem kommunikálnak az emberekkel. Nem beszélnek, nem mennek oda, egyéb. Ha megmondom, én szerintem mi lett volna a megállapítása. Itt például, aki itt 75%-ot akar, kétharmados törvények, elnézést, kétharmadot akar, az nem 75%. Aki kétharmadot akar, és tényleg komoly törvényeket akar keresztül vinni ebben az országban, annak végig kellett volna járni az összes patrióta csoportot, néhány jelképes gesztusértékű készfogás meg kellett volna tenni, számítunk rátok, fiúk, jó van, segítsetek, mi a javaslatotok, lehet, hogy nem, elnézést, de legalább ennyit meg kellett volna tenni. Akkor lenne egy ilyen támogatás. És volna még egy másik, nemzeti erők egymás ellen nem mehetnek. Nem mehetnek. Marhaság. Kinek mennek egymás ellen? Tehát nem mehetnek egymás ellen nemzeti erők. Mindenki tisztítsa meg saját magát, az őrült egyik a túllendülettől, a másik a
a liberális rétegtől is tessék összefogni, és tudatosan cselekedni a magyar társadalom érdekében. Egyet tudok mondani, résen vagyunk. Tehát, ha valami nem úgy történik, ahogy kell, azt a dolgot mi folyamatosan építeni fogjuk. Tisztelt hölgyek, urak, pénzt nem kérünk soha senkitől. Egyet kérünk munkától. Munkát kérünk, és ott mindenki pontosan tudja, hogy miért küzd, tesz és cselekszik. Nagyon nagy tisztelettel megköszönöm, hogy meghallgattak, és engedjék meg, hogy a végén néhány fontos alapgondolatot elmondjak, ami az én arszpoétikám csúfult. Magyarországon népi megfigyelés az, hogy a megszületendő gyermekek, ezt már hallottátok, aki hallotta, az már remélem, hogy örülnek, hogy még egyszer elmondom, aki meg nem, az figyeljen. Népi megfigyelés az, hogy a megszületendő gyermekek azok nem a szülőkre, hanem a nagyszülőkre hasonlítanak. Ez nem véletlenül van így. Karácsony Sándor azt mondja, többféle változatban működik ez a mondás, nem az a magyar, akinek a szülei magyarok voltak, hanem akinek az unokái magyarok. És ez nagyon egyértelműen meghatározza az elkövetkező céljainkat is. És az is, és hogy tényleg miért van az, hogy két generáció múlva mondják majd meg rólunk, hogy mi jó magyarok voltunk-e. Két nemzedék múlva. Ez pont emiatt a népi megfigyelés miatt van, tisztelt hölgyek, urak. Mert ténylegesen az a megszületendő unoka úgy néz ki, mint a nagypapa meg a nagymama. Gyerekkorában. Tényleg úgy piszkálja az orrát, pont úgy megy, pont úgy integet, pont olyanok a gesztusa is, formára, kiállására, szempillája hosszára, pont olyan, mint a nagymama, a nagypapa volt gyerekkorában. Ez egy kegyelmi állapot. A Teremtő ezt a kegyelmi állapotot arra hozta, hogy te még most, magyar ember, életedben láthatod azt, hogy ott születsz meg még egyszer. Nem kell félni a haláltól. Látod, ott a Teremtő megengedte, hogy meglássad, hogy ott te még egyszer megszületsz. Mit félsz te haláltól? És tisztelt, ezt az iskolába kellett volna nekünk. Tisztelt hölgyeim és uraim! Talán annyira nem rossz arszpoétika. És ekkor döbben rá egy idősebb ember arra, hogy tényleg nem kell félni a haláltól, és hogy az életéből azokat a hazugságokat le kell bontani, amiket fölépített azért, hogy valahogy megmagyarázza magának a világot. És hogy valami tiszta tanítást adjon át ennek a gyermeknek, hogy kevesebbet botoljon meg az élete során, mint amennyit megbotlott ő eddig. És ekkor döbben rá egy idősebb ember, hogy abban a gyermekben, abban az unokában nem csak ő születik újjá, hanem hogy az előtte élt összes magyar ember születik újjá, és ezt hívják magyar feltámadásnak. És ezért érdemes élni, semmi másért. És hogy valójában ott az előttünk élt, abban a gyermekben az előttünk élt összes magyar embernek a szeretete, a küzdelme, a munkája, a verejtéke, hite, jövőbe vetett bizonyossága születik újjá. Ezt hívják magyar föltámadásnak, hölgyeim és uraim. Engedjék meg, hogy egy picit most, most megütöttem az embereket, hogy meg kell állni, egy kicsit felszabadítsam. Tisztelt hölgyeim és uraim, Zrínyi Miklós, amikor a 300 vitézével Szigetvárról kirohant, nem azért rohant ki, mert biztos volt benne, hogy eltapossa a 100 000 fő töreg halat. Nem is azért, mert át fogja magát vágni a gyűrűn. Miért rohant ki? Mit akart ezzel? Példát akart mutatni, igaz? Példát akart mutatni az éppen jelenkornak, példát az utókornak, de engedjétek meg, hogy minek akart leginkább példát mutatni. A törököknek akart példát mutatni, hölgyek urak. Az ellenségnek akart példát mutatni. És miről szólt a példa? Kössétek jól föl a gatyát, mert itt mindig ilyen emberek fognak születni, akik ezt is meg fogják próbálni. Mindig ilyen emberek fognak születni, akik mindent meg fognak tenni a gyermekeik szabadságáért. És a törökök értették a jelzést. Pontosan tudták, hogy miről szól. Tisztelt hölgyeim és uraim, érdemeljük már ki Szent Lászlót, azt az Zrínyi Miklóst. Érdemeljük már ki a szántóvető embert, érdemeljük ki azt a pásztort, érdemeljük ki Bocskait, a nagyfejedelmet, Petőfit, a szabadságköltőjét, és érdemeljük ki 56-ot is. Próbáljuk kiérdemelni. Magyar emberek, ne felejtsétek, valamikor itt előttünk magyar emberek éltek. Értetek, éltek, dolgoztak, cselekedtek és munkálkodtak. Vérüket, könnyüket, verejtéküket hajtották azért, hogy néktek otthonotok, hazátok, családotok és jövőtök legyen. Magyar emberek, ne felejtsétek a régmúlt magyar embereket. Magyar emberek, ne felejtsétek, hogy azok, akik az életben előttetek jártak, azok a halálban is előttetek tartanak.
amikor majd néktek is csengetik majd az utolsót, és átléptek azon a bizonyos kapun, reméljük a túloldalról, így köszöntenek majd téged. Éter élek, én megismerlek téged, ember vagy. Vártunk már nagyon. Építettünk néked itt is otthont és hazát. Jel közénk. Magyar emberek, a kutya mindenit, ne felejtsétek a rég volt magyar embereket. Ha nem felejtitek azt, amit a jelenben itt most nektek kell megcselekedni, mert ti a nemzetnek az a része vagytok csak csupán, amelyiknek most cselekednie kell. Aki nem cselekszik, nem fog tartozni a nemzethez. Ha megcselekszitek azt, amire most szükség van, akkor a Teremtő meg fogja engedni, hogy a következő magyar nemzedék szép, jobb Magyarországát megnézhessétek odaföntről. Tisztelt Hölgyeim és Uraim, kedves szövetségesek, kedves érdeklődők! Nem olyan nagy baj, ha a gyermekeinknek mi vagyunk a példaképei. Nem olyan nagy baj, ha azt mondják, hogy édesapám, édesanyám, büszke vagyok rátok, mert akkor, amikor kellett, akkor cselekedtetek, fölkeltetek a kényelmes székből, nem a kólát és a rossz bort ittátok ezentúl, hanem belenéztetek az én szemembe, és azt mondtátok, hogy tenni akartok valamit azért, hogy nekem szebb, tartalmasabb, testben, szellemben és lélekben megújuló magyarságom legyen. Nagyon szépen köszönöm nektek, hogy megcselekedtétek, én is ezt fogom cselekedni. Tisztelt Hölgyek, Urak, nemrégiben idősebb ember odajött hozzám, nagy vita volt, ilyen baráti beszélgetés kapcsán, és hát valakinek nagyon megvolt a véleménye arról, amit mi csinálunk. Erre egy idősebb bácsi fölállt, körülbelül 70 éves volt, és azt mondta, hogy fogd a szád, mondta annak az embernek. Nekünk kellett volna megcsinálni, nekik már csak élvezni kellett volna. Te tehetsz róla, de most ők küszködnek. Tisztelt Hölgyek, Urak, ne essünk abba a hibába, hogy utána, az utána következő nemzedéknek még mindig küszködni kell. Testben, szellemben és lélekben épülő magyarságot nekünk oda kell tudni adni. Nem tudom, hogy ki mennyire tudja, nemrégiben volt egy ilyen történet, mindig jó egy jó történettel befejezni. Felvidéken is vannak magyarok szövetsége csoportok, nem sokára például Stuttgartba fogok menni, ahol szintén magyarok szövetsége közösség alakult, és a Révkomáromi szervezetünk szervezett egy Szent Korona napot. És nem sokára, ahogy nekiálltak a szervezésnek, felhívták őket Pozsonyból, a Smer pozsonyi újságtól. Hát ez egy olyan lap, ja. És megkérdezték, hogy mi a fene ez. Még nézd a Magyarok Szövetsége. Hát ők szépen, úgy ahogy most illik Tótiába, szlovákul szépen meg is mondták nekik, hogy ez mi van, tisztességgel válaszoltak minden kérdésükre. Egy óra múlva a Seje János Egyetemnek a titkára fölhívta őket, hogy a szlovák közoktatási miniszter nem engedi a rendezvény megtartását a Seje Egyetem falai között. Amire fel szeretném hívni a figyelmeteket, hogy őnáluk, van mire odafigyelni, őnáluk egy óra alatt lefutott a kör az újságíró, a politikusok, az egyetem rektora, a titkárság és a Magyarok Szövetsége szervezői között. Egy óra alatt megszületett a válasz, amikor ők úgy érezték, hogy az ő nemzeti dolgaikat valami sérti. Mi 20 év alatt nem futtattunk le egy ilyen kört. Értjük, amit mondok? 20 év alatt nem futtattunk le egy ilyen kört. És lehet sok mindent mondani, de ők legalább a sajátjaikat védik, hogy hogyan, meg miképpen, és pont ellenünk az nekünk fájdalmunk, de megteszik. És ez, ami itt hiányzik. Kínaiakkal is beszéltem nemrégiben. És azt mondták, hogy felhívtak egy furcsa, érdekes dologra hívták fel a figyelmet, hogy mennyiben különbözik Magyarország minden állam többitől. Például abban, hogy minden európai kínai közösség harcol az emberi jogokért Kínával. Melyik az, amelyik nem? Aki itt van. Tisztelt Hölgyek, Urak! Ez csak egy érdekesség, gondolkodjon el rajta mindenki, hogy itt miért történik minden másképp. Természetesen Révkomáron környékén lévő magyar települések polgármester egyből föltették a kezüket, hogy a Szent Korona napot tartsuk náluk. Na, el is fogadtuk az egyik meghívást, megtörtént a Szent Korona nap, megtartottam a nyitó előadást. Hát a sorba hátul három ember Pozsonyból érkezett. Hölgyek, Urak, ami szégyen és gyanázat, magyar neve volt mindegyiknek. És hát várták, hogy ez az irredenta szervezet, aki Böztörpusztán a történelmi Magyarország alakzatát lovagoltatta körül, a lovasokkal, mert ugye egy
Kossuth Nóta, hogy ugye Kossuth Lova megérdemli az abot, kétszer kerülte meg Magyarországot. Ha még egyszer kerülte volna, Magyarország ilyen gyászban nem volna. Tehát mi irredenták vagyunk attól, hogy képesek vagyunk egy ilyen dolgot megcsinálni, hogy a történelmi Magyarország alakzatát egy 48-as Kossuth Nóta alapján fölállítjuk, akkor még az úgy nézett ki, ugye, véletlenül, és ezt körbe lovagoltatjuk a lovasokat. Ez egy olyan irredent a szeretet, hogy hallja. Na, hölgyeim és uraim, hát tartottunk egy szép előadást, emberi dolgokról beszéltünk. Láttam, hogy forgolódnak, mert hát az emberek tisztelettel, szeretettel hallgatták végig. És ők meg láttam, hogy forgolódnak, hogy hát most miért jöttek ide, most akkor nem tudnak megírni semmit, mert ezeket ők nem fogják megírni. Gondoltam, hogy ne menjenek már haza üres kézzel. Valami komoly irredent a dolgot csak kéne mondani, mert amire ugye legalább odafigyelhetnének. És hát kicsit tovább gondolva, hagyj merjem mondani egyfajta zárószóként. És utána nagy szeretettel várom a kérdéseket, ha kell egy szünet után. Azt mondtam ott, hogy hú, de nem tetszett azon a Mucsi rendezvényen is, ahol azt a pártot ott ilyen esztették. Engem is kihívtak, hogy mondjak pár szót. Hát,